tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Tárlatról Tárlatra műsor keretében a Kontakt Rádióban. Ezúttal a Lehetőségek Országa című kiállítást fogjuk bemutatni, vendégeim pedig dr. Basics Beatrix és Fodor Miklós lesz. Először kezdjük a kiállítási hírekkel. Rendkívül sok kiállítás nyílt az utóbbi időben, ahogy korábban is, úgyhogy ezekből egy válogatás lesz. Legelőször is szeretném felhívni figyelmüket az Impressziók festészetben, költészetben című kiállításra, ami azért különleges kiállítás, egyébként Székesfehérváron a Bányató galériában nyílt, mert két olyan hölgy állítja ki a festményeit, hogy minden egyes festményhez egy költemény is tartozik, tehát egyszerre költöttek verset, és formázták meg gondolataikat a festészet segítségével. A kiállító művészek pedig egyikük Éva Mária Matté Amerikában él, másik Magyar Ari itthon. Egy másik kiállítás észak-magyarországi falu tájegység nyílt meg a Szentendrei Skanzenban, teljesen más jellegű. Ez pedig az Ipoly és a Bodrog közötti terület hagyományos népi építkezését, életmódját mutatja be. Többnyire a magyar nemzetiségű palócok, de ezen kívül ruszinok, szlovákok és németeknek a tárgyait is, életmódját is feleleveníti. A megnyitó egyébként nagyon szokatlan volt, közönség Pesta és palóc Böske lakodalma formájában zajlott. Egy másik kiállítás, ezúttal Szegedre invitálom Önöket, Helyünk a világban címmel nyílt meg, és azért nagyon különleges, mert egy könyvtárnak a kiállítása, a Somogyi Könyvtár régi és ritka könyveinek a tükrében mutatja be a magyar történelem jelentős eseményeit, részben külföldi szerzők krónikáiban, részben pedig magyar kiadványokban. A kiállítás egyébként a Pécs 2010 Európa Kulturális Fővárosa rendezvény sorozatnak a része. Ugyanennek a könyvtárnak egy fiók könyvtárában egy másik kiállítás nyílt, ami a rózsa köré fonódik. Kálmáni Lajos és Kriza János népköltései jelennek meg különböző gyűjteményekben a könyvtár állománya segítségével. Budapestre térve a Kisseli Múzeumban hívnánk föl Rímer Cardillo Kupi című kiállítását, amelyikben nagyon érdekesen keveredik a pogány és a keresztény kultúra, kelet-európai és az újvilági kultúrák, és Cardillo tulajdonképpen itt egy miniatűr kontinenst hozott létre, amelyik több ősi kultúrának az összeolvasztásával alakult ki a halottak és az élők közötti kapcsolatra koncentrál benne. De hogyha valaki természetesen a Kisseli Múzeumban jár, akkor az állandó kiállításokat is nagyon a figyelmébe ajánljuk. Több állandó kiállítása van is, barokk szobor, nyomdák és újságok, válogatása a fővárosi képtárnak a 20. századi gyűjteményéből, régiségek, a közterek és magánterek 18-tól 20. század, aranyoroszlán, patika, várostörténeti szoborpark, tehát érdemes alaposan körülnézni itt. Széchenybe, ha elmegy valaki, a Kubinyi Ferenc Múzeumban az 5. Ménespatak menti nemzetközi fotóművészeti fesztivál és kiállításnak az alkotásait nézheti meg, ahol fényképeket lehet látni, nem csak magyar, hanem külföldi alkotóknak a fényképeit is, Venezuela volt ezúttal a vendég. És ha már a fényképeknél tartunk, akkor ritkán látott képek válogatása a Magyar Fotográfiai Múzeum kincseiből címen is nyílt kiállítás, ez Budapesten a mai Manóházban. És ennek a kiállításnak az az érdekessége, hogy tulajdonképpen egy fototechnikai történetet is mutat. A legkorábbi fototechnikáktól a digitális technikákig lehető legkülönbözőbb módokon készültek el ezek a fényképek, amiket bemutatnak. Az Aranyhíd állandó kiállításra is felhívnám a figyelmet, ez Keszthelyen van, mint jelezték hallgatóink, nem csak a Helikon Kastély Múzeum van Keszthelyen, hanem van a Balatoni Múzeum is, ott nyílt meg most az új állandó kiállításnak két terme,
Tehát ilyen módon nem csak a Balaton történetét, földtörténetét lehet megnézni, élővilágát, tehát növényeket és állatokat, madárcsi csergés mellett, az ott élő legkorábbi őskori embereknek a nyomait, illetőleg ókori, középkori erődöket egészen az újkorral bezárólag, a halászattal ismerkedni, hanem van ott egy olyan interaktív terem is, közösségi terem, ahol kiki saját maga a számítógépek segítségével, vagy pedig az ott elhelyezett információs anyag segítségével alaposabban is tájékozódhat a kiállított tárgyakkal kapcsolatban. Persze vannak itt is időszakos kiállítások is, így éltünk a 60-as években például, ahol nem csak a nosztalgiára tették a hangsúlyt, hanem a korszak realista bemutatására törekedtek korabeli dokumentumok bemutatásával. Van itt az Itt és a Most, a pillanat játékai Laluk György festő és grafikus művésznek a kiállítása, ahol a pillanatot próbálta megragadni és maradandóvá tenni, illetve Minerva bűvöletében a Müller családnak grafikai képzőművészeti, textil és kerámia művészeti alkotásai együtt láthatóak. Megmentett műkincsek 2010 címen a Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékének diplomakiállítása a Nemzeti Múzeumban látható, és hogy miért ott, azt is eláruljuk. Tudnilik, a rágyrestaurátor oktatók nagy része, illetőleg a gyakorlati munkához szükséges műhelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum biztosítja a Képzőművészeti Egyetemnek. Itt tehát többféle műfajból lehet találni tárgyakat, festmények, szobrok, bútorok, üveg, kerámia tárgyak együttesen mutatják, hogy kulturális örökségünknek nagyon sokféle színes emléke található meg hazánkban is, és ezeket fönntartani, restaurálni is nagyon szakszerűen tudják a nálunk végzett szakemberek. Szintén Budapesten a 32 galériában Örök jelen, folytonossága hagyományos belső-ázsiai nomád művészetben címmel nyílt kiállítás, amelyik a mindennapi életben látható, tapasztalható, több ezer éves nomád felsősorban mongol kultúrának a elemeit mutatja be. A Konkrét Birodalma grafikai válogatás autizmussal élő felnőttek munkáiból címmel a Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum helyiségében nyílt kiállítás. Ez a kiállítás pedig azért különleges, mivel autistáknak a művei, és ezek az alkotások teljesen más jellegűek, mint az általában megszokott ábrázolások, nem egy pillanatot ragadnak meg, hanem Tar Hajnalka, a kiállítás rendezőjének a szavaival érve, egy alaprajzot adnak lelki életükhöz. Nagyon sok autistának a megértését a rajzain keresztül lehet, tehát rajzain keresztül lehet megérteni, mert kommunikációs gondjaik is vannak, és ebből kiderül, hogy tulajdonképpen a bizonytalansággal küzdenek a legjobban, ami nem csak az autistáknak gond, hanem másoknak is. Egyébként az itt látható művekből a műcsarnokban majd szeptemberben megrendezendő aukción lehet vásárolni, és a bevételt az otthonnak az árvíz utáni rendbehozatalára fogják fordítani, körülbelül 6 millió forintos kár keletkezett. Magyarország és Európa színek és fények bódulatában Mihály Perlik festőművész kiállítása a Magyar Kultúra Alapítvány székházában nyílik meg. Erről a festőről azt érdemes megjegyezni, hogy a lipcsei Van Goghnak szokták nevezni, mivel hogy Van Gogh és más festőknek a műveit másolva kezdte el a festést. Egy sajátos stílust is kialakított, amin azonban erősen érződik a dekoratív expresszionista színhasználatán Van Goghnak a hatása, és nagyon divatossá vált az utóbbi időben, csak mint érdekességet említem meg, hogy a Fehérházban Michelle Obama magánszobájába is bekerült már egy festménye. Végül, mielőtt áttérnénk a következő egységre, még a kisbéri kiskastélyra is szeretném fölhívni a figyelmet, ezt egyik hallgatónk irányította rá a figyelmünket. Ez az a hely ugyanis, ahol most a napokban nyílt egy kiállítás. A kiskastélyban a helytörténetet mutatják be az őskortól a mai napig. Többek között például a Sziszi hercegnő lakosztályában valamikor itt elhelyezett két alabástrombázát is lehet látni, illetőleg Ferenc József 1889-es látogatásának a dokumentumát,
és lehet látni a ménes kiállítást, amelyik egy különleges magyar lófajnak a történetét meséli el. A 48-as szabadságharcban a lóállomány is erősen megcsappant, és itt hoztak létre egy olyan hadászati méntelepet, amelyben kifejlesztették ezt a különleges kisbéri lófajtát, amely versenyzésre és nagyon sok egyéb feladatnak a megoldására is kiválóan alkalmas ló. És hogyha valaki már vártúrára indul, akkor Simontornyára is érdemes elmenni a Vármúzeumot megnézni. Előzetesként Faludi Budapestje kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet. Ez a Föld alatti Vasút Múzeumában lehet majd látni, 7-én nyílik, és Faludi Györgynek a Budapestjét mutatja be 1-es, 2-es és 3-as metrószerelvényekben a Petőfi Irodalmi Múzeumnak az anyaga segítségével. Érdekességként pedig egy egynapos kiállításra így utólag szeretnék emlékeztetni. A Humornapja alkalmából a Roham Galériában rendeztek egy egynapos kiállítást, karikatúrákat, illetőleg vicces képeket készítettek a Bohóc doktorok munkájának a segítésére. Most tehát egy kis zene után folytatjuk akkor a Lehetőségek Országa vándorkiállítás bemutatásával műsorunkat.
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallgatják, és ezúttal a Lehetőségek országa, polgárosodás a 19. századi Magyarországon című kiállítást fogjuk bemutatni. Beszélgető partnerem pedig dr. Basics Beatrix, a Vándor kiállításnak a rendezője. Hogyan jött létre ez a kiállítás? Mi adta az ötletet? A kiállítás egy előző Vándor kiállítás után, vagy annak a megnyitásakor jött létre, ahogy erről beszéltünk is itt korábban. Tehát a korábbi Vándor kiállítás, ami az 1849-es tavaszi hadjáratról szólt, adta hozzá az ötletet. Amihez konkrétabban kapcsolódik, az a Felemelő század című emlékév, ami tulajdonképpen már azt a most már hagyománynak mondható szokást követi, hogy nem konkrét évfordulókhoz, tehát konkrét személyek évfordulóihoz köt a kulturális kormányzat mondjuk így egy-egy emlékévet, hanem azt egy kicsit tágabb kontextusba helyezi. Tehát itt konkrétan a Liszt és Erkel évforduló kapcsán lett a 19. század éve, ami a Felemelő század nevet kapta. Ez indult 2010-ben, és erre készülvén találtuk ki a Vándor kiállítás programját, ami teljes mértékig ehhez kötődik. Ami még szűkebben véve az ötletet adta, az volt, és ez már a tavaszi hadjáratnál is megnyilvánult, hogy egyfelől a forma, majd arról később beszélek, másfelől a tartalom. A tartalom elsődlegesen azt jelentette, hogy ne szomorú, tragikus eseményeket mutassunk a magyar történelmből, hanem olyan korszakokat, és hangsúlyozom korszakokat, tehát nem egy-egy eseményt, hanem egy nagyobb korszakot, amely dicsőséges, hasznos, értékes, mindmáig ható. Ugye éppen a történész szakértőnk Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója, akkor még nem volt az, mondta egy interjúban, hogy a magyar történelem második legsikeresebb százada. Egyszer egy kolléga gyorsan meg is kérdezte, hogy mi volt a legsikeresebb, és akkor mondtam, hogy hát ezt nem lehet tudni, hát az államalapítás, a 11. század nyilvánvalóan, de tény és való, hogy ez már történész szlogenné vált, hogy a 19. század a magyar történelem második legsikeresebb százada, és azt hiszem nem is kell olyan nagyon belemenni részletekbe, hogy miért. És itt nagyon sok aspektusát mondhatnánk, de aminek én külön örülök, hogy tulajdonképpen az előző, a tavaszi hadjárat vándorkiáltás mint egy átvezetett ebbe, mert már az is egy olyan eseménnyel foglalkozott, ami a 19. századi fejlődést tulajdonképpen megalapozta, mert nem csak én, hanem sok-sok kiváló történész mondja azt, hogy a szabadságharc ugyan leveretett, tehát a levert szabadságharc olyan eredményeket hozott, és olyan változásokat indított el, egészen a kiegyezéssel bezárólag, ami ennek a 19. századi fantasztikusan látványos és eredményes fejlődésnek a megalapozója volt. Úgyhogy így lett a témája a polgárosodás maga, és persze ez egy olyan komplex téma, amit nagyon komplex módon lehetett bemutatni, és ahogy mondtam, a tartalom után következik a forma, és ehhez a legjobb volt, úgy gondoltuk, és most is úgy gondoljuk, a Vándor kiállítás. Ez már, ahogy említettem, a harmadik ilyen, sőt már tulajdonképpen nem is a harmadik, ha úgy veszünk, de ilyen nagy országos viszonylatban mindenképpen, és ez 7 múzeumot érint, 5 magyarországit és Kassai kelet-szlovákiai múzeumot, illetve a Nagyváradi Körösvidéki Múzeumot, tehát tulajdonképpen 3 ország projektje, és ez azt jelenti, hogy egy olyan részét fogja össze az országnak, a 19 megyei múzeumi szervezetet, amely talán kevéssé van előtérben. Ugye mindig a látványos, nagy fővárosi kiállítások azok, mondom én is fővárosiként, amelyek hát sokkal nagyobb sajtóvízhangot érnek el, sokkal nagyobb hát a visszajelzésük jelentősebb, mert hát persze lehet mindenféle hatalmas biztosítási összegeken, meg látogató számokkal bombázni a közönséget, hogy úgy mondjam, de nem csak ez számít. Eleve az nagyon fontos, azért gondoljunk bele, egy-egy, most ezt nem természetesen nem negatív értelemben mondom, vagy nem úgy, ahogy szokták használni, tehát egy-egy helyszín, nem is mondom, hogy vidéki, tehát egy-egy helyszín esetében az a látogató szám, ami esetleg a 2 milliós Budapesten kevésnek tűnhet, az ottani lakosság arányát tekintve olyan, mintha itt Budapesten 1 millió ember nézne meg egy kiállítást. Tehát amikor a félváros megnézi, akkor az ugyanaz, mintha itt a félváros nézné meg, és hatásában mérve szintén ugyanaz. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kultúrmisszió, akár nevezhetnénk így is nagyon fennkölten, hogy az ország egy tetemes részével, ami bizony hát van legalább olyan fontos, mint a 2 milliós Budapest, megismertetni egy ilyen emlékév programját, és ennek a programnak egy olyan kiállítását, ami egy ilyen témát, egy ilyen nagyon összefogó és sokoldalú témát választott magának.
Hogyan választották ki a konkrét helyszíneket és a konkrét témacsoportokat? Hú, ez is egy nagyon érdekes kérdés. A helyszíneknél egy fontos előfeltétel volt, hogy a helyszíneknél, tehát egyfelől meg legyen az az infrastruktúra, mert nem minden megyei múzeum rendelkezik ugyanolyan adottságokkal, ami lehetővé teszi, hogy egy majdnem 30 helyről kölcsönzött anyag vándoroltatását, fogadását, egy nagyon bonyolult látványelemekkel gazdagított kiállítás megrendezéséhez legyen kellő, hogy mondjam, apparátusa az intézménynek. Ez volt az egyik feltétel. A másik feltétel az volt, hogy legyen a helyen, azon a helyszínen, abban a városban olyan levéltár, mert hogy az NKA a levéltári háttérkutatást is támogatta sok millió forinttal, és ez nagyon-nagyon fontos tényező a dolognak, tehát már egy előkészített szakmai anyag tulajdonképpen a rendelkezésünkre állt, és így módon ez a kettős feltételrendszer hozta létre, hogy az az öt múzeum, az az öt magyarországi és két külföldi múzeum, akik hát belekerültek, kerültek bele. Az öt magyarországi múzeum, a Győri Szantusz János Múzeum, a Megyei Múzeum, és ők egyébként a kivitelező, lebonyolítója, tehát tulajdonképpen ők voltak a pályázók, ami azt jelenti, hogy nem az a helyszín, hanem a Nagycenki Széchenyi Emlékmúzeum, de mégiscsak a Győri Múzeum, a Békés Csabai Munkácsi Mihály Múzeum, a Nyíregyházi József András Múzeum, a vendég jogán, és az első helyszín jogán most mégsem elsőnek mondtam, a Salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeum, ez nagyon fontos megint, hogy ők kezdték, és a Zalaegerszegi Göcsei Múzeum. Tehát azt gondolom, hogyha ezt ugye az ember vizuálisan egy térképre próbálja meghelyezni, és maga előtt látni, akkor jól érzékelt, hogy az egész ország területét, Kelet-Nyugat, Közép-Magyarországot lefedi, és ez is egy fontos szempont volt természetesen. Ami pedig a témákat illeti, 6 olyan történetet igyekeztünk kitalálni, amelyek történetek, tehát amelyek tényleg családtörténetek, vagy ha nem is család, de egymáshoz szorosan munkájukban, alkotásukban szorosan kötődő egyéneknek a történetrendszere, és ezek minden olyan területet bemutatnak, a tudománytól, a kultúráig, a zenétől, az irodalomig, a festészettől, az orvostudományig, vagy az iparig, amelynek a területén sikereket ért el Magyarország a 19. században. Ez a 6 történet az, amely minden helyszínen megjelenik, és minden helyszín hozzátett 2 saját történetet, ami helyi vonatkozású, amelyek mind-mind nagyon izgalmasak, és a 2 külföldi helyszínen pedig egy-egy plusz történet játszik. Azért is izgalmas ez az egész, mert olyan ezeknek a témáknak a révén olyan műtárgy együttes, mert ugye műtárgyakat mutatunk be, sikerült összeszedni, összeválogatni, amelyeknek a, mondhatnám azt bátran, a 90%-a nem szerepelt közönség előtt, és amelyek hihetetlen értékesek, különlegesek, nagyon izgalmas anyagegyüttest adnak a látogatók számára, és ez remélem, hogy a honlappal és a katalógussal kibővítve majd nagy hatást fog gyakorolni a vándorkiállítás során. A levéltári kutatások hogyan nyilvánulnak meg magában a kiállításban? Egy konkrét példát mondanék, a Békés megyei téma, tehát a Békés Csabai téma, ott ráadásul nem is 2, hanem 3 téma van, úgyhogy még csak nem is teljesen mondtam igazat, ott a Tevan és a Kner család, illetve a Gyulai Ladics család története. A Tevan és Kner család történetét a Békés megyei levéltár igazgatója Erdész Ádám dolgozta föl, pontosan ezeknek a háttérkutatásoknak a kapcsán, és ez azt jelentette, hogy gyakorlatilag itt már egy kész anyaggal tudtunk dolgozni, ami annál is izgalmasabb, mert mindig én, legalábbis a számomra, és remélem a közönség számára is, ami kézenfekvő, amiről tudunk, ami mondhatnám azt, hogy magától értetődő, az olyan rendben van. De amikor a semmiből kell előteremteni polgári létet, minden olyat, ami a polgárságnak az egykori és a mai fogalmak szerint kritériuma, kultúrát, a hatást, az egész országban jelenlétet, és az egész máig tartó hatást, mert nagyon fontos a 21. századhoz, a mai korhoz való kapcsolódás. Amikor egy ilyen témával találkozunk, az azt gondolom, hogy különösen szerencsés, hogy a levéltári múzeumi, több múzeumi kutatás együttes eredményeként jelenik meg. Amikor ezt a kiállítást rendeztétek, volt-e valami olyan esemény, ami meglepő, váratlan volt a számotokra?
Nagyon sok ilyen volt. Egyébként például mondanék egy példát, szépen Salgó Tarjánban meg is örökítettük fényképen, majd remélem a honlapra is fölkerül, majd ilyen háttéranyagként, mert az mindig izgalmasabb, mint ami az előtérben van. Az egyik téma az egy Hungarikum születése címet viseli, és a Herendi porcelángyár története, illetve az alapító család története, Fischer Mór és lánya Fischer Johanna története. Fischer Johanna volt az az első nő, akiről szobrot állítottak Budapesten, és kurátortársam Toronyi Zsuzsanna volt az, aki felfedezte a szobrát, ismeretlen szoborként, egyébként Róna József alkotása, egy csodálatos márványszobor, hevert porosan, feketén, piszkosan a múzeumi raktárban, és amikor oda került, meglátta a restaurátor, a Nógrádi Történeti Múzeum munkatársát, akkor megállapítottuk, hogy így nem lehet kiállítani, és nosza neki láttunk, és öten elkezdtük kefével, mosószerrel, természetesen a restaurátor által megengedett anyagokkal tisztára csutakolni ezt a szobrot. Utána aztán még nem volt elég, hogy gyönyörű lett, és mindenki csodálta, de a helyére kerülése, a vitrínbe kerülése is már úgy történt, hogy a megyei elnök úr már ott volt, már az egész megnyitóra ott gyülekezett a közönség, és szinte az utolsó pillanatban a közönség sorfala mögött került be a helyére ez az óriási súlyú, nem annyira mérete óriási, a súlya 150 kiló szobor, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő helyszíneken is fognak még történetek fűződni hozzá, de annál izgalmasabb lesz. Ha már a konkrét kiállításnál tartunk, mennyire különülnek el a témák, vagy olvadnak egybe? Ez nagyon jó kérdés, nagyon köszönöm, mert már irányít afelé, ami még szintén nagyon izgalmas. Nagyon egybeolvadnak, és nagyon jó, hogy kötődnek egymáshoz. Egyfelől a helyi témák, megint csak így tudom csak mondani, tehát az egy-egy helyszínhez kapcsolódó két téma az általános témákhoz, másfelől az általános témák is egymás között. Mondok egy konkrét példát, ott van Rózsavölgy és Bihari mondjuk úgy blokkja, és az előtte lévő téma az Jókai Mór. És egy olyan kép, zárókép a Jókai témában, ahol Jókai már idősen a hortobágyon cigánnyal húzatja a zenét, ahogy ül egy ilyen fogadó, vagy nem is tudom, egy ilyen kis házikónak az udvarán, és hát iszogat, és a következő maga Rózsavölgy, aki ugyanígy húzta annak idején, úgyhogy gyönyörűen kapcsolódik az egész, és ez az ív, ez nagyon szép, és ez majdnem mindegyik résznél így van, mindig sikerült megtalálni egy-egy műtárgyban egy olyan záró motívumot, ami a következő kezdő motívumához tud kapcsolódni, vagy például a Sina család témájánál, akikről ugye az aranyembert mintázta a később megjelenő Jókai, például ott egymás mellett lehet látni mindazoknak a képét, amik az ő pénzükből jöttek létre, és mindez persze hozzájárul az a történet, hogy aztán szomorúan hát eltávozott az adományozás és a magyar kultúra támogatása színteréről, és ennek családi oka volt, ő beilleszkedni akart szemben a többi görög családdal, például Derákkal, és ez a beilleszkedés nem sikerült. A lányait nagyon szerette volna magyar arisztokratákhoz hozzáadni, és nem sikerült, mert idegenek maradtak a magyar arisztokraták körében, és ez megint csak egy nagyon jellegzetes motívum. Hát köszönöm szépen, akkor egy kis zene után, mégpedig Rózsavölgyi zene után folytatjuk a beszélgetést a Salgó Tarjáni megnyílt kiállítással. Thank you.
Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallják, és azon belül is a Lehetőségek országa, polgárosodás a 19. századi Magyarországon című kiállításról beszélgetünk. Dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Múzeumból szeretném megkérdezni, mivel ennek a kiállításnak, vándorkiállításnak az első állomás a Salgótarján, hogy hogyan is fest ez a kiállítás, és Salgótarján mivel járult hozzá a kiállításhoz? Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Még mielőtt válaszolnék, gyorsan egy rövid zárójelet nyitnék az előbb hallott rózsavölgyi. Jegyezzük meg gyorsan, hogy Nógrád megyei születésű Balassagyarmaton született, zárójel bezárva. Tehát a kérdés, hogy néz ki a kiállítás úgy, hogy térben, hogy helyezkedik el arra? Igen. Nálunk ugye a Nógrádi Történeti Múzeumnak van három nagy kiállító terme. Ez a mostani kiállítás, tehát ez a polgárosodás kiállítása a hármas számú nagy teremben látható, egy 18-18 méteres, elég nagy belmagasságú térben. Azt hiszem, talán a legnagyobb kiállító tér, ami a vándorkiállítás sorozat során a kiállító helyszínek közül, azt hiszem nem tévedek. Hát nehezen tudom egyébként szavakkal leírni általában, hogyha egy térkomplexumot kell pontosan jellemezni. A képek, tehát a képanyag az zömmel a falakon van, tehát a barnára festett falakon helyezkedik el, és a kiállító tér belső részein találhatók a vitrinek. Mondjuk, hogy a centrumban pedig a járólap, tehát a interaktív padló, bocsánat, ez nem jutott eszembe a speciális megnevezés, és az a két rész, tehát a bázisanyagot képező hat történeten felül a két rész, a két mi általunk nyújtott két téma, a Csontváry Patika, illetve Miáti Jenő műtárt együttese, az pedig egy kicsit, tehát hogy mondjuk, hogy a bejárat felüli részen, nem pont a látvány, de végül is komplex egészet alkot az egész, tehát egységes megkomponált látványterv alapján készült, amiben végül is illeszkedik a mi általunk különültött két kiállítási egység is. Hogyan választották ki ezt a két egységet? Hát először is ugye elhangzott a vezetői utasítás, hogy na akkor mivel álljunk elő valamivel. Természetesen leültünk a kollégáinkkal, négy történész muzeológus kollégát, a rajtam kívül Balogh Zoltán, Kazarecki Noémi, illetve Hart Tamás, a múzeumi szervezetnek a kollégáival. Adta magát az ötlet, hogy a Kubinyi Ferenc, tehát a Széchenyi Kubinyi Ferenc múzeumban van a 1980-as évek eleje óta a Komjáti családnak a hagyatéka, tehát Komjáti nem csak a költővel, hanem általában a tehát családnak az egész 19-20. Századi tevékenységében családi anyaga ott található, de szemben a költőhez kapcsolódó anyag, tehát többek között ugye kiállításra került. Hát ez még egy kicsit ezzel előre szaladok. Akkor elmondom még azt, hogy a Csontváry, ha jutott eszünkben, egyik kollégám mondta el végül is, hogy hoppá, ott van a balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében egy századfordulós kis patika berendezés, egy 1910-es évek elején nyílt balassagyarmati magyar koronapatika, illetve kisebb részben a Széchenyi 1900 tájaik által működő Szentlélek patikának a bútorzata, a berendezése, tehát vényasztal, táraasztal, gyógyszertári polc, gyógyszertári szekrény, és hát hozzá megfelelő gyógyszertári felszerelés, edények, gyógyszeres edények, tehát állványedényzet és különböző egyéb műtárgyak, amik korábban a magyar koronapatika a részét alkották. És akkor erre gondol, jött az ötlet, hogy ha ez úgyis ott van, és ha olyanok lesznek, tehát fogadókészek lesznek a városi könyvtárnak a helytörténeti gyűjteménye, illetve a városi könyvtár vezetője, akkor ezt meg lehetne idézni Csontváry Koszka Tivadarnak a Nógrád megyei tevékenységét. Ez talán kevésbé közismert, hogy Csontváry Koszka Tivadar 1884-től, egy évvel azután, miután Gács járási székhely lett, tehát a Losanc közelében fekvő Gács járási székhely lett, patikát nyitott, és legalább 1894-ig ő ott patikusként tevékenykedett. Vannak különböző vélemények, hogy pontosan meddig volt a Nógrád megyében, ebben most nem akarok talán részletébe belemenni, de általában az, hogy 1894-ig patikus volt, és ebben az időszakban alapozta meg, még pedig tudatosan, miután az elhivatás élménye ugye megtörtént 1880-ban Iglón, hogy ahhoz, hogy elhivatását beteljesítse, ehhez neki a biztos anyagi alapokra van szüksége, és hát mivel úgyis patikus volt, úgyis képzett és tanult okleveles gyógyszerész volt, ezért legokosabb, hogyha egy gyógyszertárat nyit, amelynek jövedelméből aztán egy évtized elmúltával aztán megkezdette festészeti tanulmányait, illetve útját a Európába, illetve a Mediterránumba, ahol a különböző témáit meglelhette. Megvolt így a patika berendezés, természetesen ehhez mi kellett a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak segítsége, illetve nagyon jó indulatú kölcsönzés, tehát több dolgot kölcsönöztek,
Úgyhogy ezzel lett igazán teljes, és nagyon, azt hiszem elmondhat, nagyon szép patikaanyag került így kiállításra. Mindehhez pedig járult Miskolci Hermotto Múzeum gyűjteményéből származó eredeti csontvári festménye, az 1901-ben Olaszországban festett Mandula virágzás című festménye. Patika tartalmával kapcsolatban. Itt a budapesti Patika Múzeumban van múmiapor. Van esetleg ott is múmiapor? Használtak még abban a patikában múmiaport? Már csontvári patikájában? Hát ezt megmondom őszintén, nem tudom. Lehet, hogy használtak egyébként. Abban az időben egy patikában egyébként, ami érdekesség, tehát hogy ugye Magyari Kossa Gyula, a híres orvos történész írta le annak idején egyik munkájában, hogy több évszázadon keresztül egy patika, egy gyógyszertár leginkább egy vegyes kereskedés képét mutatta. Még a 19. század utolsó harmadában is, hát mondjuk egy kicsit még olyan bővebb volt a választék, hát nem csak gyógyszerek, gyógyhatású szerek voltak a kínálatban, hanem többek között édességek, cukorkák, pipereszerek, tehát illatszerek, fertőtlenítőszerek, de hát mondjuk ez még beilleszthető egy gyógyszertárnak a kínálatában, és ami a leglényegesebb, és ami tulajdonképpen a korabeli gyógyszerésznek hát azért bevallatlanul azért a legnagyobb jövedelem forrását jelentette, tehát alkoholos italokat is árultak. Szeszes italokat, Csontvári Tivadar is, akinek egyébként közismertek, aki olvasta az írásait, közismertek ilyen irányú dörgedelmei az alkoholfogyasztás, illetve a dohányfogyasztás. Attól függetlenül ő nagyon jó teóriákat alkotva azért árult, tehát forgalmazott alkoholos tartalmú italokat, átson a patikájában, konyakokat, tehát gyógynövénylikőröket, ugye gyógykeserű likőröket, és emiatt egyébként perbe is keveredett. Tehát ott a település legjelentősebb, tehát a hagyományos a legjelentősebb birtokos családja, a gróf Forgás családdal, akiknek a regála jogát ezzel csonkította. Majdnem el is vesztette egyébként a patikáját 1886-87-ben, egy-két éves pereskedés után végül sikerült megmentenie, és hát 1894-ig ott dolgozhatott tovább. Anyagilag azért ez megrendítette ez a pereskedés, de hozzáértő Han Ferenc szerint is, hogy alapvetően azért az anyagi megerősödésének az ideje arra az időszakra esik, amikor tehát szabadon árusíthatta még alkoholtartalmú italait. Értem. A költővel kapcsolatban kevéssé ismert Komjáti Jenőnek a neve. Mit lehet róla tudni, vagy mit érdemes elmondani róla, így röviden? Komjáti Jenő ugye 1858-ban született Nógrád megyében Széchény városában. Édesapja egyébként Komjáti Anzelm, aki a vármegyei közigazgatásban töltött több jelentős pozíciót. Na, csak ha már itt megint egy zárójelet nyitok, ugye volt arról szó, hogy semmi olyan dolog nincs a kiállításban, ami közvetlenül Salgótarjára utalna. Tehát ugye Széchény, Balassagyarmat, Gács, ezek a települések merültek föl, tehát hangzanak el itt hát ugye Nógrád megyei múzeumról van szó, de hát Salgótarjáról nem, de aztán dehogy nincsen. Tehát Komjáti Anzelm a költő édesapja, András falván született, tehát a mai Zagybapálfalvai nevű városrész területén, amit 1960-ban, 61-ben egész pontosan Salgótarjához csatoltak. Tehát van Salgótarján, ez most jutott hirtelen eszembe, hogy van Salgótarjáni vonatkozása, tehát Komjáti Anzelm a költő édesapja. De most beszéljünk most már azért Komjáti Jenőről. Komjáti Jenő a 19. század utolsó harmadának, lírájának, tehát költészetének, tehát egyik legjobb, Revicki Gyula mellett egyik legjelentősebb képviselője volt, és amit tudni kell róla, hogy tehát egy metafizikai irányultságú költészete volt, istenkeresés élményét kereste költeményeiben, egy extatikus hangvételben, extatikus előadásmódban. Nekem természetesen nem azért, mert ezt csináltok egyik kedvenc költőm, szerintem érdemtelenül, hát nem azt mondom, hogy elfeledett, de nem kellőképpen értéket költője a magyar költészeti panteonnak. Tényleg a Komjáti Jenővel kapcsolatban egy szomorú dolog az, hogy életében, és ez elmondható egyébként Csontvári festészete kapcsán is, bár ő azért ettől erőszakosabb egyéniség volt Csontvári, ő jobban tudta érvényesíteni az érdekeit már ugye élete folyamán is, de szegény Komjáti Jenő egy nagyon szűk baráti kört leszámítva nem tudták értékelni a korszakban, amíg élt a költészetét. Ugye egészen, tehát tényleg egy szimbolikus jelentősége, hogy 1895. januárjából bekövetkezett haláláig, halála napján jelent meg Komjáti Jenőnek az első verseskötete, a Homályból című verseskötete, ami 1870-es évektől 1894-ig írott költeményeinek a foglalata. És hát tényleg ez egy, az ember belegondol, ez is egy milyen, tehát egy szomorú szimbólum, hogy meghal, és aznap jelenik meg a verseskötete. Tehát nem volt egy elismert költő, tehát olyan személyek, ugye első, tehát legjobb költőbarátja Revicki Gyula volt. Tehát ő volt az, aki Isten igazából értette talán a korszakát, az ő életében a költészeti produktumát. Olyan barátai voltak még egyébként, mint a Palágyi testvére, Palágyi Lajos, Palágyi Menyhért, a korszak filozófiaira egyik, a korszak század vég filozófia, tehát a 20. század elejének filozófiának olyan képviselője, aki
ma már nagyon nagyra tartunk, de hát az időszakban is ő is inkább a gondolatarisztokratái volt, ahogy Komjáti Jenő mondta, hogy ő elsősorban a gondolatarisztokratáinak szánta a költeményeit, nem a népnek, tehát nem volt egy populista, hogy így mondjam, kis gépzavarral az ő hozzáállása, és hát például barátja volt, például Madács Haladár, tehát a Madács Imrének a egyik fia, egyébként a korszak egyik fő spiritizmusán, magyarországi spiritizmusnak volt a, hát mondjuk úgy képviselője, és hát írott is ebben a témában. Tehát nagyon szűkör értette a műveit, és tanárként, ugye arról nem beszéltünk, hogy polgári foglalkozása szerint ugye tanár volt, tehát polgári iskolai tanár. És hát én úgy szoktam mondani, hogy Komjáti Jenőnek ez egyfajta ilyen kényszer jellegű foglalkozása volt. Nem volt ő, tehát mint tanár rossz, szerették is egyébként, ahogy tudjuk, diákjai, de mivel Balassagyarmaton kellett egyrészt 1885-ig tanítania, ahol bizonyos családi vonatkozások miatt, kellemetlen dolog miatt távoznia kellett, egy botrányos dolog miatt, amiben egyébként vétlen volt. 1887-ben pedig a Nyitra vármegyei Szenicre került, egy kis 2-3 ezeres településre, Morva határ közelébe, ahol aztán végig egy szlovák többségű településről van szó, ahol szellemileg teljesen elszigetelődött. Tehát tanárként dolgozott, de ez a fajta keret, ez neki kevés volt, hogy igazán a költészetét közkincsé tudja tenni. Tehát még Csontvári esetében egyfajta, őt se értette meg igazán a kora, de eszközi jellegű volt az ő polgári foglalkozása, a gyógyszerészi praxis, tudatosan folytatta, és ezzel ugye anyagi alapokat megteremtette a festészeti pályafutásának, a festőpályafutásának kiteljesedéséhez. Köszönöm a beszélgetést, egy kis zene után, egy kis vergunkos után folytatjuk majd a Nógrádi Történeti Múzeumnak a bemutatásával. Kedves hallgatóink, Önök a Tárlatról Tárlatra című műsort hallják tehát, és a Lehetőségek évszázada, illetve a Lehetőségek országa című kiállításról beszélgettünk eddig, amelyet a Nógrádi Történeti Múzeumban nyitottak meg a vándorkiállítás első helyszíneként. Milyen is ez a Nógrádi Történeti Múzeum? Hallottuk, hogy Salgótarjánban van. Milyen kiállítások vannak ott, és egyáltalán hogy néz ki, ha valaki oda megy? Mit talál? Jegyezzük meg azért, hogy 1920-as években városalapítás után voltak múzeumi kezdeményezési kísérletek Salgótarjánban. Aztán végül nem járt sikerrel, 1959-ben nyílott Salgótarjánban múzeum, az akkori politikai döntésnek megfelelően munkásmozgalmi múzeum, ami 10 évig egy földesúri kúriában, a Jankovics kúriában működött, miután a városrendezési terveknek ez az épület hát áldozatul esett. Ezután véglegesen 1980-ig a múzeum a korábbi bányakórháznak egy szárnyába költözött. Egyébként ebben az épületben most a megyei levéltár működik.
1975-ben Magyar Géza tervei alapján, aki ez a Magyar Géza a Salgótarján modernkori építészetének egyik meghatározó személyisége, az ő tervei alapján 1975-ben kezdték el építeni a múzeumot, és 1980 októberében nyílott meg a most látható múzeum épület, tehát a akkor Nógrádi Sándor Múzeum néven nyílt meg, szintén úgy a munkásmozgalmi múzeumként. Érdekesség egyébként, hogy ez az egyedüli legjobb tudomásom szerint, majd esetleg ha ki lehet javítani, ha más-más tud, 1945 után ez az egyedüli kifejezetten múzeumi célokra épített múzeumi épület. Egy modern épületről van szó, hát egy ilyen kocka, nem is tudom, hogy pontosan hova lehet ezt besorolni építészeti stílusban, hát egy, hát végül is egy modernista alkotás, kifejezetten ugye funkcionálisan arra tervezte a tervező, hogy kiállítások lennek, három nagy terme van, ezt már korábban említettem is, három nagy kiállító terme, egy kis galéria, illetve még egy galéria kap helyet a múzeumban. Említette, hogy a nagy terem, a legnagyobb terem, az a vándor kiállításnak ad helyet. A másik két helyen milyen kiállítások vannak? Az egyes számú teremben látható a állandó történeti kiállítás, tehát ahol a 19. század közepétől, tehát az iparosodás, nagyjából az iparosodás időszakától kezdve mutatja be ez a kiállítás Nógrád megye, Nógrádvármegye, illetve Nógrád megye történetét, hát lényegében a rendszerváltás ideig. Tehát ez az állandó kiállításunk. A másik teremben jelenleg, tehát a másik terem szintén hasonlóan hármashoz időszaki kiállításoknak ad helyt. Jelen pillanatban ott a Karancs medves ösvényein című kiállítás látható Varga Ferencnek emlékére, aki egy Salgótarján környékének, a karancsmedves kistájnak a természeti szépségeivel ismerteti meg a látogatókat, illetve alapvetően ez egy madártani kiállításnak indult, aztán ez így kibővült. Elmondhatom még, hogy milyen kiállítások vannak jelen pillanatban? Látható még Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, most a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, nagyon sok anyagunk látható ebbe az épületbe, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumnak a Démoni Ragálya Pestis című vándorkiállítása látható a kis galériába, és ugye kire felejtsem, a múzeumunknak az egyik legnagyobb értéke a műgyűjtő Mihályfi Ernő hagyatékának egy jelentős része található a múzeumunkban is, abból egy, mint egy 100 kép látható jelenleg a Mihályfi Ernő képtárba galériában, ahol a 20. század nagyon jelentős képzőművészeinek olyan válogatás látható itt, ami, hogyha érkezik hozzánk egy-egy vendég, az általában eléggé álmékodni szokott, hogy ilyen anyagok vannak, tehát Derkovics Gyula, tehát neveket mondok, Derkovics Gyula, Czóbel Béla, Újc, Gulácsi Lajos, Medgyánszki, Nemes Lampér, Matisz Tajcs, tehát azt hiszem a névsor az nagyon, nagyon impozáns, és nagyon önmagáért beszél, hogy ebben a galériában milyen képek láthatók. Mennyire látogatott ez a kiállítás, mennyire tudnak róla az emberek? Nagyon remélem, hogy egyre inkább fognak tudni róla. Maga a galéria egyébként tegyük meg, 2006-ban nyílott, 2006. szeptemberében, tehát korábban tehát nem volt ennek egy állandó kiállításban nem kapott helyet, tehát nem volt kiállítva. Én nagyon bízom benne, hogy a látogatottsága, ismertsége az elkövetkező időszakban fokozódni fog. Visszatérve a Karancs kiállításra, úgy hallottam, hogy ott nagyon sok madártojás is van. Honnan kerültek ezek ide? Varga Ferencnek, a ornitológusnak, aki ott a karancsmedvesnek a faunisztikai vizsgálatait folytatott 60-as, 70-es években, az ő hagyatékából került a múzeum, egy nagyon nagy létszám, tehát a legnagyobb kakuktojás gyűjtemény. Tehát ez, ami ilyen unikumott a kiállításban. És hát maga nagyon szép madárfotók találhatók még a kiállításban, és hát említett, tehát a tájnak, tehát a karancsmedves kistájnak, ami egyébként itt ragadom meg az alkalmat, sokak nem tudják, hogy az ország, hát én úgy szoktam mondani, hogy ha a mostani ország területen a első három legszebb kistájék, tehát ebben a háromban nincs bele, tehát ezt nem sorolják bele, akkor szerintem mérhetetlen igazságtalanságot követnek el vidékünk ellen. Tehát ennek a kistájéknak, a karancsmedves vidéknek a turisztikájáról, illetve tehát természetrajzi felfedezéséről szól ez a... Milyen módszerrel? Tehát miket állítanak ki, milyen formában? Hát többek között a már említett, hát például a már említett, akinek egyébként Dornai Béla, aki ugye a 20-as, 30-as években volt Salgótarjánban középiskolai tanár, és hát a tájat, illetve a hely, tehát egy polihisztor volt szinte, tehát egy földrajz, természetrajzi tanulmányai, illetve
vizsgálatai, az, amik meghatározók azóta is, és hát történeti régészeti kutatásokat is folytatott, de ő is ennek a kistájnak természetrajzi vizsgálatának egyik legjelesebb képviselője volt, az ő hozzá kapcsolódó műtárgyak látható, illetve az említett Varga Ferencnek tehát a személyes tárgya is, tehát az említett kakukktojás gyűjteményen kívül, és hát egyéb természetvédő, természeti... Fényképek formájában tárgyak, kitömött madarak, preparált madarak? Vagy nem, preparált madarak nincsenek, tehát nincsenek tömött madarak, nincsenek kitömött állatok, inkább fotóanyag, illetve tárgyi anyag az, ami alkotja ezt a kiállítást. Még utoljára említette, ugye, hogy régészeti feltárások is folytak a környéken, onnan is kerültek elő lelet anyagok. A történeti részben ezeket állították ki, vagy milyen jellegű a történeti kiállítás? Történeti kiállítás, mint említett, inkább tehát újkorra, tehát az iparosodás korától mutatja be a Nógrád vármegye történetét, de azért van egy kis bevezető-felvezető rész, ahol a régészeti tárgyak is láthatóak. A régészeti gyűjteménye egyébként a megye régészeti gyűjteménye inkább a Széchenyi-Kubinyi Ferenc Múzeumban található, tehát a régészet az ott üzemel, hogy így mondjam. Amit említettem, a történeti kiállítás az inkább politika történet, tehát jellemző általában a múzeumunkra, a Nógrádi Történeti Múzeumra, hogy már éppen a munkásmozgalmi előzmények folytán is, hogy politika történeti, társadalom történeti anyagunk nagyon jelentős, tehát történeti dokumentációs gyűjteményünk, illetve a tárgyi gyűjteményünk egyaránt, technikatörténet, műszaki technikatörténet, ipartörténeti gyűjteményünk az, ami igazán egyedülálló és érdekes. Hanganyaguk van esetleg? Vannak hanganyaguk is, igen. Akkor már csak egyetlen egy kérdésem van, hogyha egy látogató megérkezik a Nógrádi Történeti Múzeumba, mi fogadja, van vezetések, foglalkozások, vagy egyéb programok vannak-e? Hogyne, hát természetesen igény szerint biztosítunk, tehát szaktárlott vezetést, vannak múzeumpedagógiai program, nagyon utóbbi időszakban nagyon sok nagy számú múzeumpedagógiai programot valósítottunk, meg éppen most a most megnyílt lehetőségek országa kiállítást is bevontuk most egy gyermek, tehát egy ilyen nyári gyermek, múzeumi gyermektáborba, ahol azt hiszem két turnusban fogadtunk gyermekeket, tehát ilyen 7-től 13 éves korosztályig, azt hiszem visszajelzésekből elmondható, hogy mind a szülők, mind a gyermekek részül nagy sikert aratott. Mit csinálnak a táborban? Mi volt a legsikeresebb? Igen. Tárlatvezetések, tehát különböző kézműves foglalkozások. Egyébként teszem hozzá, én nem vettem részt, én csak a tárlatvezetés szintjén inkább ebben a múzeumpedagógiai programban. De tábor foglalkoztatásával benne foglaltatott különböző kirándulások, tehát Balassagyarmatra, Csesztvére. Ugye ne felejtsük el, hogy a múzeumi szervezet, tehát a Nógrádi Történeti Múzeum, a megyei múzeum, a Nógrád megyei múzeumi szervezetnek a megyei múzeuma. Tegyük hozzá még, említse meg ennek, hogy kapjak az alkalman, hogy látható még a Nógrádi Történeti Múzeum kívül a megyébe, ugye a Széchenyi-Kubinyi Ferenc Múzeum, ahol a 1848 előtti történeti anyag, illetve régészeti anyagnak otthont a Palóc Múzeum, ahol a néprajzi anyag található, a Pásztori Múzeum, ami a természettudományos gyűjteménynek a otthona, és hát kisebb kiállítóhelyek, amelyek meg ugye az egyik legfontosabb éppen a Salgótarjánban a Nógrádi Történeti Múzeum bányászati kiállítóhelye, ahol ugye 1965 óta látható Európában, azt hiszem még egy ilyen van, Bochumban, tehát egy föld alatti bányamúzeum, egy eredeti lejtősaknában berendezett föld alatti bányamúzeum. Cseszte Madács, Mikszáth Horbácson, a Mikszáth Emlékház. Hát nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy sokan meg fogják nézni ezt és a többi kiállítást is, és a környéken is akkor kirándulni is fognak, illetőleg vártúrára is vállalkoznak. És szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm beszélgető partnereimnek, dr. Basics Beátának és dr. Fodor Miklósnak, hogy bemutatták ezt a nagyon érdekes kiállítást, és a kedves hallgatóinknak meg fölhívom figyelmüket, hogy a korábbi adásunknak az archívumát, hogyha a Kontaktrádió kezdőlapján a tárlatról tárlatra ikonra kattintanak, akkor ott megtalálják, meghallgathatják. Várjuk tehát észrevételeiket, kérdéseiket továbbra is a Kontaktrádió info@kontaktradio.hu-n, vagy pedig a mept@mept.hu e-mail címen. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.